Köszönöm szépen, most pedig Vilmos Mihályt szólítám, az egyik legrégebbi, de nem legöregebb, lelkületben talán legfiatalabb alapító tagját az Egyesületnek. Szeretettel köszöntök minden egybegyűltet. Nagyon örülök, hogy a zord idő ellenére vették maguknak a fáradtságot, és feljöttek ide a hegytetőre. Mindezek után igen rövid leszek. Egy kis versiket fabrikáltam erre az alkalomra. Fogadják szeretettel. Kis hegy. Nagy becsben itt becsehelyen. Itt fenn a tetőn, tiéd a világegyetem egy csőben. Köszönjük szépen ezt a frappáns és rövid beszédet.